Még mindig csak valamivel több mint 4 millió elektronikus személyi van forgalomban Magyarországon. A kártya lehetőségei közül a vészhelyzet esetén értesítendők telefonszámának tárolása a legnépszerűbb. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal hivatalvezetője. Kezdett sokan köszönjük, hogy Köszöntöm itt is én. a nézőket is. Még mindig valamivel több mint 4 millió elektronikus személyi van forgalomban, akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hát majd, hogy nem 10 milliónyian vagyunk, Ugye, tehát már most már mindenkinek lehetne személyigazolványa, tehát a lakosság 40%-ának van csak új újfajta személyigazolványa. Az országos adatokból én is úgy tudom, én azt tudom elmondani, hogy a Nyíregyházi Járási Hivatal kormányablakaiban a tavalyi évben mintegy 17 ezeren igényeltek személyazonosító igazolványt, és azért nem tettem hozzá, hogy új típusút, mert mindenki, aki 2016. január 1 -e után bármilyen okból igényel személyazonosító igazolványt, ők már ezt az új típusú igazolványfajtát kapják majd készhez, aminek a funkcióiból mindenki eldöntheti, hogy mit használ, vagy mit szeretne használni. Nem sokára fogunk beszélni erről is, de azért még egyetlen egy dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy van, akinél még ez a könyvecske alapú személyigazolvány van. Igen, ez a kártya. Ez már típusú nagyon -nagyon régi. személyazonosító igazolvány előtti személyazonosító igazolvány forma, és gyakorlatilag azok a személyek rendelkeznek ilyennel, ez már elég kivételes egyébként, akik a kártyatípusú, azonosító igazolvány bevezetése előtt már egy olyan bejegyzést kaptak ebbe az igazolványba, hogy érvényességi időt már nem tartalmaz ez a bejegyzés? tehát gyakorlatilag életük végéig érvényes ez az igazolvány. Egyébként, ha már itt tartunk, miért kell egyáltalán érvényesnek lenni a személyigazolványnak bizonyos ideig? Miért kell megújítani? Azért, mert nyilván vannak olyan adatok, amelyek változhatnak, és ez az adatváltozás ez nem biztos, hogy mindig bejelentésre kerül a hatóságokhoz, és vannak természetesen olyan, olyan adatok, amik meg, amiktől nem tudunk eltekinteni, például, hogy névváltozás esete adódik, akkor gyakorlatilag csak úgy tudja azonosítani magát az a bizonyos személy, hogyha a névváltozását bejelenti és kap egy új azonosító igazolványt. Beszéljünk az elektronikus személyi ennek mi az előnye? Tehát ez azt jelenti hogy gyakorlatilag, hogy a személyi van egy kis chip. Igen. Úgy kell elképzelni, mint egy régi típusú SIM kártyát, ugye? E, igen, gyakorlatilag e, a kártya kártyatípusú e, személyazonosító igazolványnak egy újabb fajtája az úgynevezett E személyi, ami már egyéb más változások mellett tartalmaz egy csipet, és e, gyakorlatilag fizikailag nem túl sokban különbözik az előző kártyatípusú személyazonosító igazolványtól, de tartalmában annyiban mindenképpen hogy ezen a bizonyos kis csipen elektronikusan is tárolva vannak ugyanazok az adatok, sőt, bizonyos funkciók is, funkciókat is tartalmaz, amit maga a kártyatípusú személyazonosító igazolvány így fizikailag nem jelez felénk. Amit jelez, az, az alapvető személyadatok, amit például nem jelez, hogy van egy úgynevezett elektronikus aláírási lehetőség, hogyha valaki ezt kéri. Ez kapcsolódik egy új nyomatvételhez. 12 év alatti gyermekek esetén er. Erről nem lehet szó, mert tőlük nem lehet új nyomatot venni, és következésképpen elektronikus aláírást sem tudnak funkcionálisan használni. 12 éves kor felett pedig, aki megjelenik bármely kormányablakban is személyazonosító azonosító igazolványt igényel, attól minden esetben, attól a szemétől megkérdezzük, hogy szeretne-e elektronikus aláírást, ha igen, akkor új nyomatvételre kerül sor. Nem öh... nem kötelező ez nem kötelező, ez visszautasítható, de ebben az esetben az aláírás funkció az nem fog működni. Ezzel kapcsolatban mindenképpen szeretném elmondani, hogy Tavaly például az említett 17 ezer igazolványból, amelyet igényeltek, mindösszesen csak 700 esetben fordult az elő, és ez országos viszonylatban is körülbelül hasonló az arány, hogy elektronikus aláírás funkciót is igényeltek. De a kártya érvényesség idején belül dönthet úgy bármelyik állampolgár, aki ilyen kártyával rendelkezik, hogy most már szeretné ezt az azonosító aláírás azonosító funkciót igényelni, akkor be kell fáradni a bármely kormányablakba, megtörténik az új nyomatvétel, és a funkció az természetesen rávezethető gyakorlatilag erre a csípre. És ez az elektronikus kártyarendszer, ez eddig ért el, hogy a személyazonosító adatokon kívül tartalmazza, amit ön is említett, két olyan személy adatait, akit vészhelyzet esetén értesíteni lehet a vészhelyzetről, de tartalmazza a tajszámot, tehát társadalombiztosítás azonosító jelet, ami tehát gyakorlatilag a tajkártyát vált, váltaná ki, és az adó azonosító jelet, ami pedig az adókártyát váltaná ki. Ez már két kártya kiváltásának a lehetősége. Azért mondtam feltételes módban, mert ehhez rendszeresíteni kell azokon a helyeken, ahol ezekkel a, kártyá, a kártyákkal kell igazolnunk magunkat, egy kártyaolvasót, ez még nem történt meg, ezért gyakorlatilag ezeket a funkciókat még nem tudjuk használni, de már alkalmas rá ez a személyazonosító igazolvány. Hát amit mondod, hogy hányan igényelték ezt az elektronikus kártyát, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást azért az arányaiban véve eléggé kevés, hogyha azt nézzük, viszont hogyha majd szükségét érzi vélhetően az állampolgár, akkor gondolom be fog menni önökhöz is, és akkor azt mondja, hogy nekem erre szükségem van. Mert hát kérdés az, hogy az infra infrastruktúrális feltételek, azok mennyire teremtődnek meg a közeljövőben. Így van, de az infrastruktúrális feltételek, azok gyakorlatilag nagyon könnyen megteremthetők, egyrészt, másrészt pedig. A tervezett jogszabályváltozások arra mutatnak, hogy ezt a kártyát, vagy már, most már nevezhetjük kártyarendszernek, mert ugye már eleve három kártyának a tartalmát tartalmazza, vagy adatait tartalmazza, ez még tovább bővíthető. Mivel bővíthető tovább? E, például a, már a parlament előtt van egy olyan jogszabálytervezet, amely gyakorlatilag a lakcímigazolványnak a kiváltását, illetve integrálását ebbe a e, személyazonosító igazolványba tervezi és amennyiben ez a jogszabály elfogadásra kerül, nyilván az abban meghatározott időponttól kezdődően már alkalmas lesz ez a személyazonosító igazolvány arra is, hogy a tajkártya és az adóigazolvány mellett, mint hatósági igazolványok mellett tartalmazza a lakcím igazolványnak az adatait is, tehát a lakcímet, az állandó lakcímet, a tartózkodási helyet, illetve ezen felül a személyazonosító jelet. Ha jól tudom, hamarosan elérhető az e személyim mobilalkalmazás miről szólít? Igen, a hát ez még nekünk szakembereknek is egy, egy nagyon távoli és nem túlságosan ismert dolog, de mi is hallottunk már arról, hogy ez terben van. Gyakorlatilag az a tudomásunk, amit az állampolgárok már a különböző hírcsatornákon keresztül megismerhettek, hogy egy olyan ö, alkalmazás lesz elérhető mobiltelefonokon, ami gyakorlatilag ö, alkalmassá teszi a mobiltelefont arra, hogy erről az e személyről bizonyos adatokat kinyerjen, tehát gyakorlatilag egy kártyaolvasó funkció, és ö, így el tudom képzelni, hogy mondjuk egy elektronikus aláírás elfogadására is alkalmassá tehető ö, a, a okostelefon, és a gyakorlatilag még... Ö, fix számítógép közelben sem kell majd lennünk ahhoz, hogy az elektronikus aláírásunkat el tudjuk küldeni. Hát ez már azért érthető, hogy az infrastruktúra, hogy hogyan lesz megteremtve, ha mondtam, lehet így igen, fogalmazni, ez az egyik mert, hogy, uh, igen, része... tehát egy adásvételi szerződésnél is akár akkor előveszi az ember a személyigazolványát, az E, az aláíró funkcióval ellátott személyigazolványát, és akkor így van, én ezt ahhoz a fejlődéshez tudnám hasonlítani, bár lehet, hogy nagyon sokak számára még ez tényleg a távoli jövőt jelenti, de néhány évvel ezelőtt nem nagyon tudtuk volna elképzelni, hogy ennyire problémamentesen és gyorsan tudjuk például a személyi adóbevallásunkat benyújtani, mint ahogy ma már a mostani napokban is zajlik, én is már beadtam elektronikus úton a a bevallásomat. Tehát ez egy lehet, hogy távolinak tűnő, de nagyon is belátható időn belül bekövetkezhető folyamat lesz. Közelegnek az európai parlamenti választások, és választások alkalmával rendszeresen arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy, hogy nézzük meg a személyigazolványunknak a lejártát. Nehogy az legyen, hogy hiába odafáradunk az urnákhoz, de nem tudunk voksolni. Ilyenkor egyébként ténylegesen meg is növekszik a forgalom önöknél? Nem nagyon szoktuk érzékelni egyébként. Egy nagyon jelentős forgalom növekedést ez nem jelent, de mindenképpen érdemes arra felhívni az állampolgárok figyelmét, hogy minden olyan okmányukat, amit a választások során használniuk kell, tehát a lakcímigazolványuk, a személyazonosító igazolványuk, azokat nézzék át, nézzék meg, hogy érvényesek-e, illetve a lakcímigazolványon a helyes lakcím szerepele. Ez Nyíregyháza megyei jogú város bizonyos részét, ott, ahol már a az új házszám megállapításokra sor került, ez azért is nagyon fontos, mert el lehet kerülni azt a helyzetet, hogy bemegy a választókörzetbe valaki, és akkor esetleg nem a helyes lakcíme szerepel a személyazon, vagy a lakcím igazolványán. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szívesen.